saját Laurin és Clement gyártányú motorbiciklimen személyesen keresem föl a környékbeli vendéglősöket és szerződést kötök velük. Mert úgy gondolom, hogy a vendéglősökkel van a személyes tárgyalás. Skoda gyár története 1895-ben kezdődött, amikor Václav Laurin és Václav Klement Mlada Boleszlávban megalapították kerékpárüzemüket. 1898-ban a biciklire segédmotor került, a rákövetkező évben már rendes motorkerékpárt is gyártott a cég, majd kézenfekvő folytatásként 1905-ben megépítették első automobiljukat, a Laurin és Klement A-modellt. Az első világháború után a gyár nehéz pénzügyi helyzetbe került, és 1925-ben bekebelezte a nehézipari Mamut cég a pilzeni Skoda művek, s megszületett az azóta is a járművek elején díszítő szárnyas nyíl. A Skodát 1899-ben alapította Emil Skoda. A cég a 20-as évekre Csehország legnagyobb ipari vállalatává vált. Gyártottak személy- és tehergépkocsit, illetve tömegközlekedési járműveket, mozdonyt, hidat, fegyvert és traktorokat is. A Skoda koncernen belül a 30-as években ismét önálló cégé vált az autógyártási ágazat. A világgazdasági válságot követően a populár modell bevezetésével a Skoda ismét hatalmas üzleti sikereket könyvelhetett el. Háború idején a Skoda autóipari részvénytársaság tevékenységét teljes mértékben a háború kiszolgálására kellett koncentrálnia. Az egyes fegyverkomponensek előállítása mellett Mlada Boleszlávban főként különböző páncélkocsik és vontatójárművek gyártása történt. A gyárban a háború után 1945. június 24-én készült el az első személyautó. Az egyik leghíresebb típust, az 1101-et 1946-ban mutatták be a nagy közönségnek. Először csak kétajtós, úgynevezett Tudor kivitelben, később négyajtós és furgon változatban is készült, de gyártottak belőle mentőautót is. A katonaságnak is szállítottak számos példányt, hiszen nagyon mozgékony volt. Az autóból még Ausztráliába is exportáltak. A Skoda gyárat 1948-ban államosították, és működését az akkori politikai szemlélet keretein belül határozták meg. Az államosítás ellenére is sikerült azonban a Spartak, az Octavia és a Felicia modellek révén a gyár hírnevét és viszonylagos jó minőségbeli színvonalát fenntartani. Az azonban már arra nem volt elegendő, hogy a Skoda felvegye a versenyt a 60-as évek nyugat-európai fejlődésével. 1964-ben köszöntött be az 1000MB-vel a farmotoros korszak. A kezdetben korszerűnek számító konstrukcióhoz a Skoda 100-as, majd a 105-120-as modellekkel bő 20 éven keresztül ragaszkodtak, a fronthajtásos favorit 1987-es bemutatásáig. De ekkor már közeledett a rendszerváltás, a Skoda autógyárat 1991-ben a Volkswagen vásárolta meg, amely először a favoritot tervezte át alaposan, majd 1994-ben bevezette a bázisára épülő Feliciát. Pomocí vozidla ušetří se chodidla, to je rozkoš řezat silnice. Na plyn se přitlačí, pak utíkat nestačí, kočky, husy, kachny, slepice. Všechno se časem podá, jenom když mi srdce dáš, koupím ti auto Škoda, ať je mašku nebo naš.
A Skoda egy nagyon tradicionális márkának tekinthető, ez talán egy picit furcsa, hiszen mindenki az elmúlt 40 év Skoda történetét tartja Magyarországon aktuálisnak, pedig ez teljesen megváltozott helyzet manapság. Most már kicsit másképp tekintünk azokra az 50-es, 60-as évekbeli autókra, amit most már oldtimerként lehet látni néha az utakon, a régi Octaviára, a régi Feliciára, vagy a Felicia Cabrio-ra. Hát az volt a fiatal embereknek, a jampeceknek az autója Budapesten is, valószínűleg hogy Budapesten kívül is. Tehát a Skodának egy nagyon komoly története van, ezért mertem ezt mondani, hogy tradícióról lehet szó, hiszen a régi autók tulajdonképpen egyfajta belépőt jelentettek az új autók gyártásához. Ez persze a 80-as évekig meglehetősen vegyes minőségi, illetve termelési háttérrel jelentkezett. Mégis azért Magyarországon, hogyha összehasonlítjuk, hogy a Skoda milyen pozíciót foglalt el, abban a közegben, amikor csak Wartburg, Trabant, Lada és egyebek voltak Magyarországon kaphatóak, a Skoda még valami fajta autó kifejezést talán elfogadhatóvá tett a 70-es, 80-as évek Magyarországán is. Nyilvánvaló, hogy az áttörést a Volkswagen csoporthoz való csatlakozása a 90-es évek elején hozta meg, és egyfajta reneszánszát érte a márka azzal, hogy a Volkswagen lényegében a kelet-közép-európai, de egész a Németországig tartó piacra szánta ezt a márkát, hiszen a dél-európai régióban meg volt a Seat a Volkswagen csoportban, nyilván a Volkswagen és az Audi pedig a saját pozícióit már előteljesen ki tudta addigra építeni. Tehát a Skodának a 90-es évek elején találtak egyfajta újfajta autós szerepet, és ez 1996-tól az új Octaviával indult el, amikor már nem a régi típusok toldozgatása, foldozgatása volt aktuális, hanem az, hogy egyfajta új arculattal, és főleg új motor, illetve új komfortfokozattal tudott jelentkezni a Skoda. Tehát az Octaviától tekinthetjük, aminek most már negyedik generációval találkozhatunk, azt a megújulást, amely jelen pillanatban a Skodát jellemzi is, hiszen most már az ötödik modellcsalád jelentkezik a Skodánál, az Octavia mellett a Fabia, a Roadster, a Yeti, illetve a Superb közegében, és ez folytatódik majd 2015-16-ra is, amikor egy középméretű telepjáróval is találkozhatnak majd az autók iránti érdeklődők. Nyilvánvaló, hogy senki nem fogja azt a helyzetet megtalálni, például Mladá Boleszlávban sem, amelyet 40 évvel ezelőtt esetleg láthatott, hiszen hogyha a gyárba ellátogat, az már egyfajta Volkswagen standard alapján szinte világszínvonalú, de minimum európai színvonalú gyártást tesz lehetővé. Tehát hogyha valaki a gyárban látogat, akkor ugyanazt látja, mint hogyha Wolfsburgban vagy más Volkswagen csoporthoz tartozó gyárakban járna. Ugyanakkor érdekes az is, hogy két évvel ezelőtt a Skoda felújította már rendszerszerűen is, hogy a látogatók nem csak a gyárat látogathatják, hanem van egy múzeum, illetve vannak olyan oldtimer öreg autók, 30-as évekbeli, 40-es évekbeli és a klasszikus 50-es, 60-es évekbeli Skodák, amelyeket ki is lehet próbálni. Tehát egyfajta tradíció látható, és a tradíción alapuló megújulás pedig szinte kézzelfogható, hiszen bármelyik országban elmegyünk, akkor a Skodáknak a jelenléte kézzelfogható, hiszen Barcelonában a taxik többsége Skoda, Németországban 120-130 ezer Skodát adnak el, ami látható az utakon, és szerencsére Magyarországon is nagyon jó pozíciója van a márkának, hiszen az itteni, mostani autópiacon jelen pillanatban a flotta megrendeléseknél, tehát a hazai flotta megrendeléseknél a Skoda nagyon komoly pozíciót tölt be.
welcoming Škoda Auto Museum, which was rebuilt and reopened in 2012. Köszöntjük a Skoda Autó Múzeumban, amelyet 2012-ben teljesen átépítettünk, de az épület a 19. századból való. Ez volt a Laurin és Clement cég eredeti szerelőcsarnoka. Az épület legnagyobb része az eredeti állapotot tükrözi. 50 autó található itt, de emellett van egy raktárunk is, ahol a prototípusok vannak, illetve ebben a házban van a múzeum restauráló részlege is, ahol a régi autók újjáépítése zajlik. Ezen kívül rendelkezik a múzeum 15 olyan autóval, amelyek rendszeresen szerepelnek veterán rallikon Csehországban, Ausztriában, Németországban. Ezek az autók teljesen felújítottak, újságírók is vezethetik őket. Itt ez a csodálatos, gyönyörű alakú populár Monte Carlo, egy igazi háború előtti luxus kivitelű sportkocsi. So before Second World War, Škoda was famous also for very luxury car. This is one of them. This is the first generation of the Škoda Superb. A világháború előtt a Skoda híres volt a luxusautóiról is. Ilyen az itt látható első szériás Skoda Superb 1940-ből. Ráadásul ez egy V8-as, amiből csak 10 darab készült. De a kiállításon van egy fekete 6-hengeres Superb is. És hogyha most már a tradíciót és a termelést és a megújulást említettük, akkor érdekes az is, hogy az az Octavia, ami 96-ban egyfajta érdekesség volt, és hú, most itt egy Volkswagen-szerű Skoda van, az manapság a legnépszerűbb autó Magyarországon. Tehát megközelíti a 3000 darabot évente a Skoda Octaviák piacra került Skoda Octaviák száma. Ez azért érdekes, mert egyszerre kap egyfajta Volkswagen minőséget a technológiával az ember, és egyszerre kap egy komfortos, de nagy belső terű és nagy rakterű, nagy csomagtartóval rendelkező autót. Tehát tulajdonképpen, hogyha a kisebb autótól, a Fabiától elindulunk a Skodák között fölfelé, akkor a gazdaságosság, a praktikum, a funkcionalitás kerül előtérbe, de hogyha elérünk a Superbhez, akkor az az autó már alternatívája sokszor olyan luxus kategóriának tekintett autóknak is, amelyeknek a tulajdonosa nem nagyon szeretné nyilvánosságra hozni azt, hogy neki milyen jó autója van, tehát ehhez egy Skoda pontosan jó, az a logó egy szolid autóhasználatot tesz lehetővé.
Belül pedig szinte olyan, mint egy A6-os, hiszen ugyanazok az anyagok, megközelítőleg ugyanaz a technológia, hiszen azért vannak különbségek, hiszen nem mindenki veszi a Skodát A6-os minőségnek, de megközelíti ezt, tehát hogyha valaki Skodát vásárol, akkor már a Prestige és a magasabb kategóriájú autók felé is el tud jutni. Tehát ez azért érdekes, mert ilyenkor jut eszünkbe az, hogy honnan került a Skoda ebbe a helyzetbe. Azokból a 70-es, 80-as évekből származó szocialista autókból származik. Nyilván a hagyomány az megvolt, hiszen a cseh ipar az mindig jobb volt, mint a környékbeli közép-európai ipar bármelyike. Ezért tudtak jó személyautókat gyártani. És a Volkswagennel pedig eljutottak egy olyan technológiai színvonalra, ami most már minimum olyan autókat eredményez, mint bármelyik nyugat-európai, német, vagy olasz, vagy francia márka. Ugye a Skoda útja a hagyományokról indult, és most már egyfajta új hagyományt teremt meg, hiszen az ötödik generációval olyan autókat gyárt, amit manapság már nem tekintünk nevetségesnek, vagy nem tekintünk olyannak, mint régen. Összehasonlításban a 2000-es évek közepén is megállja a helyét. We mentioned that we have this wonderful popular Monte Carlo. Itt ez a csodálatos, gyönyörű alakú populár Monte Carlo, egy igazi háború előtti luxus kivitelű sportkocsi. So before Second World War, Škoda was famous also for very luxury car. This is one of them. This is the first generation of the Škoda Superb. A világháború előtt a Skoda híres volt a luxus autóiról is. Ilyen az itt látható első szériás Skoda Superb 1940-ből. Ráadásul ez egy V8-as, amiből csak 10 darab készült. De a kiállításon van egy fekete 6-hengeres Superb is. És hogyha most már a tradíciót és a termelést és a megújulást említettük, akkor érdekes az is, hogy az az Octavia, ami 96-ban egyfajta érdekesség volt, és hú, most itt egy Volkswagen-szerű Skoda van, az manapság a legnépszerűbb autó Magyarországon. Tehát megközelíti a 3000 darabot évente a Skoda Octaviák piacra került Skoda Octaviák száma. Ez azért érdekes, mert egyszerre kap egyfajta Volkswagen minőséget a technológiával az ember, és egyszerre kap egy komfortos, de nagy belső terű és nagy rakterű, nagy csomagtartóval rendelkező autót. Tehát tulajdonképpen, hogyha a kisebb autótól, a Fabiától elindulunk a Skodák között fölfelé, akkor
a gazdaságosság, a praktikum, a funkcionalitás kerül előtérbe, de hogyha elérünk a Superbhez, akkor az az autó már alternatívája sokszor olyan luxus kategóriának tekint, illetve a Superb közegében, és ez folytatódik majd 2015-16-ra is, amikor egy középméretű telepjáróval is találkozhatnak majd az autók iránti érdeklődők. Nyilvánvaló, hogy senki nem fogja azt a helyzetet megtalálni például Mladá Boleszlávban sem, amelyet 40 évvel ezelőtt esetleg láthatott, hiszen hogyha a gyárba ellátogat, az már egyfajta Volkswagen standard alapján szinte világszínvonalú, de minimum európai színvonalú gyártást tesz lehetővé. Tehát hogyha valaki a gyárban látogat, akkor ugyanazt látja, mint hogyha Wolfsburgban vagy más Volkswagen csoporthoz tartozó gyárakban járna. Ugyanakkor érdekes az is, hogy 2 évvel ezelőtt a Skoda felújította már rendszerszerűen is, hogy a látogatók nem csak a gyárat látogathatják, hanem van egy múzeum, illetve vannak olyan oldtimer öreg autók, 30-as évekbeli, 40-es évekbeli és a klasszikus 50-es, 60-es évekbeli Skodák, amelyeket ki is lehet próbálni. Tehát egyfajta tradíció látható, és a tradíción alapuló megújulás pedig szinte kézzelfogható, hiszen bármelyik országban elmegyünk, akkor a Skodáknak a jelenléte kézzelfogható, hiszen Barcelonában a taxik többsége Skoda, Németországban 120-130 ezer Skodát adnak el, ami látható az utakon, és szerencsére Magyarországon is nagyon jó pozíciója van a márkának, hiszen az itteni, mostani autópiacon jelen pillanatban a flotta megrendeléseknél, tehát a hazai flotta megrendeléseknél a Skoda nagyon komoly pozíciót tölt be. Welcome in Škoda Auto Museum, which was rebuilt and reopened in 2012.
Köszöntjük a Skoda Autó Múzeumban, amelyet 2012-ben teljesen átépítettünk, de az épület a 19. századból való. Ez volt a Laurin és Clement cég eredeti szerelőcsarnoka. Az épület legnagyobb része az eredeti állapotot tükrözi. 50 autó található itt, de emellett van egy raktárunk is, ahol a prototípusok vannak, illetve ebben a házban van a múzeum restauráló részlege is, ahol a régi autók újjáépítése zajlik. Ezen kívül rendelkezik a múzeum 15 olyan autóval, amelyek rendszeresen szerepelnek veterán rallikon Csehországban, Ausztriában, Németországban. Ezek az autók teljesen felújítottak, újságírók is vezethetik őket. Saját Laurin és Clement gyártányú motorbiciklimen személyesen keresem föl a környékbeli vendéglősöket és szerződést kötök velük. Mert úgy gondolom, hogy a vendéglősökkel való személyes tárgyalás. A Skoda gyár története 1895-ben kezdődött, amikor Václav Laurin és Václav Clement Mladá Boleszlávban megalapították kerékpárüzemüket. 1898-ban a biciklire segédmotor került, a rákövetkező évben már rendes motorkerékpárt is gyártott a cég, majd kézenfekvő folytatásként 1905-ben megépítették első automobiljukat, a Laurin és Clement A modellt. Az első világháború után a gyár nehéz pénzügyi helyzetbe került, és 1925-ben bekebelezte a nehézipari Mamut cég a pilzeni Skoda művek, s megszületett az azóta is a járművek elejét díszítő szárnyas nyíl. A Skodát 1899-ben alapította Emil Skoda. A cég a 20-as évekre Csehország legnagyobb ipari vállalatává vált. Gyártottak személy- és tehergépkocsit, illetve tömegközlekedési járműveket, mozdonyt, hidat, fegyvert és traktorokat is. A Skoda koncernen belül a 30-as években ismét önálló cégé vált az autógyártási ágazat. A világgazdasági válságot követően a populár modell bevezetésével a Skoda ismét hatalmas üzleti sikereket könyvelhetett el.